Kérem önöket, álljanak fel, és énekeljük el közösen. Kérem, Adolján András, Leánykalu polgármesterét, hogy köszöntse az emlékező közönséget. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelenlévőt, és köszöntöm azokat is, akik a technika segítségével online figyelik a mai mindenki megemlékezésünket, megemlékezéseinket. Köszönöm azoknak, akik eljöttek személyesen is, és igazolva a járványhelyzettel, illetve a jelenleg folyó pandémiás előírásokkal, mégis a szabályokat betartva itt vannak köztünk, maszkban, tisztes távolságban egymástól, de így is lesz, hogy itt 50-en vagyunk, hogy ez nagyon nagy eredmény szerintem, hogy egy ilyen vállalatok ezt a ünnepséget. Ugye az egész év erről szólt, ugye kezdve március 15-től, Pillon évfordulótól, augusztus 20-től, mai ünneptől is, hogy mindig a járvány ellenére is próbáltuk a méltósággal megünnepelni ünnepeinket, és amennyire csak lehetett megemlékezni azokról a hősökről, akik a történelemben előttünk olyanokat tettek, amelyekre ma is büszkén nézhetünk. Én történetlen voltam régebben is, és mindig azt mondtam, hogy elkötőknek, a tanulóknak, hogy azért nagyon szerencsések alapvetően, mert egy ilyen országban nőhetnek föl, akik bár maga az ország szerencsétlen sorsa rendezett, hiszen rengeteg sok támadás, megszállás volt, de hogy minden korszaknak megvoltak azok a hősei, akikre föl lehet nézni, kezdve a pozsonyi csatától folyamatosan végigpatálva, a törökök, Habsburgok, oroszok, németek. Tehát, hogy mindig meg volt egy állandó feszültség, de mindig kitermelte a társadalom azokat a hősöket, akikre érdemes felnéznünk, akiknek a munkáját, a munkásságát, az életét, a halálát végül is nagyon érdemes elolvasnunk, tanulmányoznunk, és hogy a történelmünket azért érdemes egyáltalán, ha nem is tanulni, csak olvasni a magyar történelmből, mert számtalan sok olyan személyre bukkanunk, akiknek az életre egy ilyen kis mécsesként van előttünk is érdemes követni. És ugye a mai ünnepünk is erről szól, hogy 56-ban az 56-os hősök azok egy olyan példaként állnak előttünk, amelyek azt mondják, hogy bármilyen helyzet is van, mindig vannak olyanok, akik kiállnak értünk, kiállnak közösségért, és akár az életüket is adják érte. Úgyhogy hál' Istennek nekünk most nincs ilyen terre válnokon, hogy az életünket kelljen feladni a közösségért, vannak ötökségek, vannak szabályok, be kell tartanunk, tehát mennyire jobb helyzetben vagyunk most mi, mint annak idején őknek a életük árán kellett a közösségért kiállni. Úgyhogy köszönöm, hogy eljöttek, és köszönöm mai vendégeinknek, Nyíri Csaba elnök úrnak, illetve Paló Zoltán, igazgatóknak, illetve Kóz Zoltán és Petőbács Zsolt politikusoknak, illetve vízilabdázóknak, hogy a mai ünnepségünkben mégis hozzájárulnak a jelenlétükkel és az előadásukkal arra, hogy miért vagyunk ünnepeljük meg a 56-os hősök emlékét. Köszönöm, hogy meghallgattak. Felkérem Nyíri Csaba képviselő urát, Leánykalu Kulturális Bizottságának elnökét, hogy mondja el ünnepi beszédét. Krakó Ákos barátom itt van-e, de az augusztus 20-ai beszédjében egy nagyon szép hagyománynak induló dolgot kezdeményezett. Leányfalun csodálatos írók működtek, dolgoztak, éltek, és
idézeteket hozott az ünnepi beszédében, és én szeretném ezt a hagyományt folytatni, továbbvinni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves emlékezők! Márai Sándor így ír Füves könyvében a rendszerről, az emberi és világi dolgok megismeréséről. A múló évek, az idősebb életkor csak ugyan adnak valamit, amiért érdemes volt elviselni az élet sok fáradtságát, megaláztatását, fájdalmas veszőfutását is. Nem csak tapasztalatokat adnak, mert a tapasztalatoknak önmagukban nincs sok nevelő erejük, mint ezt az életben mindenfelé láthatjuk. Az emberek bizonyos tragikus tapasztalatok birtokában is ugyanazokat a végzetes hibákat követik el, akkor is, ha előre tudják a következményeket. Nem. Az idősebb kor nagy előnye, hogy rendszert tudunk felépíteni tapasztalatainkból, ha nem vagyunk egészen ostobák vagy aljasok, és nem óhajtunk öregségünkben az emberek által kinevetett és lenézett őszfolyácák lenni. Az áttekintés, amelyet csak az évek múlása hoz meg, a legnagyobb elégtétel, melyet az emberi és világi dolgok megismerése közben szerezhetünk. Úgy látjuk, mi is a múló évekkel a rendszert mindabban, ami történik életünkben és mások életében. Az idézetnek vége. Márai gondolatai ihlették személyes visszaemlékezésemet, melyet ez ünnepi alkalomból szeretnék önökkel megosztani. A forradalom kitörésekor 1956. október 23-án egy 13,5 éves fiatalember megélt emlékeit a fényes 13 napról és a folytatásról, a véres megtorlásról. Keddi napra esett 1956-ban október 23-a. Gyönyörű, napsütéses idő volt, a késő ősz melegen ragyogott. Kora délután sportversenyen kellett részt vennem a Margit-szigeti úttörő stadionban. Amíg a 6-os villamossal odafelé utaztam, nem láttam jelét semminek. A verseny végeztével társaimmal hazaindultunk. A szigeti lejáróhoz érve a Margit hídról ráláttunk a bentérre, ahol a szobornál már tömeg gyülekezett. Fiatal koromból adódó kíváncsiságtól űzve páran nem haza, hanem a bentér felé vettük az irányt. Odaérve megtudtuk, hogy a műegyetemisták már délelőtt tüntettek, és nagy tömeg van a Városligetnél, a Sztálin szobor előtt. Barátommal útra keltünk, és amikor leszálltunk a Tököli út Dózsa György út kereszteződésében lévő villamos megállóban, már hallatszott a liget felől a tömeg morajlása. Sokan voltak, ezért nehezen jutottunk el a Damjanics utcáig, tovább már nem is tudtunk menni, de innen is jól láthattunk mindent. Láttuk, ahogy egy dömper próbálta a nyakába akasztott drótot és segítségével lerántani talapzatáról a hatalmas szobrot, sikertelenül. Múlt az idő, egyszer csak felmászott valaki a csizmák mellé, és lángvágóval körbevágta a lábszár közepén a szobor két lábát. A dömper így sem bírt vele, bár többször nekifogott. Előkerült egy erősebb jármű, talán teherautó, nem láttam biztosan, és egyszer csak a szobor nehezen ugyan, de elkezdett előre dőlni. Amikor a vízszintesnél is lejjebb került az orra, a lánglelkű megindult lefelé,
és nagy puffanással pattogva a kövezeten elterült. A tömeg a földetérést kitörő örömmel üdvözölte. Kiderült az is, miért, hogy oly nehéz lehúzni a csizmát. Két szál villamos sín óvta a vezér stabilitását, és ezek nem engedték. Egy idő múlva a tömeg éjjelzése közepette elindult a szobor a Tököli úton a Blaha Lujza tér felé. Akkor még makadám borítása volt a Tököli útnak, és ahogy a nyakába akasztott drótkötélre pontatta egy autószálit, csak úgy pattogott a kövezet. Már menet közben megkezdődött a püfölése, ami az éjjel-nappal közért előtt a kereszteződésben csak fokozódott. Ez az éjjel-nappal közért, ez a József körút és Rákóczi út kereszteződésében volt. Addig József körút onnan, aztán utána, hát nem is tudom, most Terész körút, akkor Lenin körút, Lenin, ott a sarkon volt az éjjel-nappal. Ajszerrel, vasúttal, kővel, kinek-kinek mi volt kéznél, simogatták szeretetük jeléül, és megpróbáltak kitörni belőle egy bronzdarabot, és hazavinni emlékbe. Bizony már későre járt, és akkor rádöbbentem, mit érezhetnek szüleim távollétem miatt. Ugyebár akkor még nem ismertük a mobiltelefont, igaz, nekünk a másik sem volt. A Népszínház utcában felszálltam a 28-as villamosra, és éjfél körül hazaértem. Érkezésem frenetikus hatást gyakorolt szüleimre. Édesanyám sírva akadt, édesapám meg két hatalmas pofonnal fejezte ki örömét, hogy végre előkerültem. Ezzel az aktussal úriemberek között elintézettek tekintettük a dolgot, és utána elmeséltük egymásnak, hogy ki mit látott a városban. Édesapám ugyanis Összent Miklósról, a református gyermekotthon hivatalos látogatásáról megérkezve, a nyugati pályaudvarnál szembesült a vonuló tömeggel, és amikor meghallotta, hogy skandálják, aki magyar velünk tart, ruszkik, haza! Nem tétovázott, beállt a menetbe és velük tart. Percekkel előttem érhetett haza, és édesanyám féltő zavorálása okozta sokját vezethette le rajta, mármint a két pofonnak. Megegyeztünk, hogy ezentül csak együtt megyünk el otthon. Másnap reggel csúnya, borongós, esős időre ébredtünk, lementünk a ház elé, amikor hamarosan egy lehajtott platójú teherautón nemzeti zászlóval letakart, kék színű munkásruhába öltözött elesett hőst vittek el előttünk. Én addig csak nagyapámat láttam halva, de őt is ágyban, párnák között. Sokkolt a látvány. Lakásunk a 8. kerületben, az Orci úton volt. A bérház egyik oldala a Kőris utcára nézett. Ez azért érdekes, mert a Kőris utca folytatása a Práter utca, mellette a Korvin köz és a volt Kilián laktanya, ahol a legvéresebb, legáldázabb harcok történtek. Sokat tudnék írni és mesélni a forradalmi eseményekről, a felkelőkről, akikkel naponta találkoztunk. Tankból kiugráló égő katonák elszenesedett holtestet mészsel leöntve a lelőtt forradalmárok, és aztán az a borzalmas látvány, ami az Üllői úton fogadta az arra járókat, ahogy a szovjetek temettek, hogy a Luton heverő halottakon keresztül mentek tankkal, és beletaposták a főbe. Borzasztó. Másnap szerdán elmentem édesapámmal a József körút közelében lévő József utcába, a Pékségbe, a ház lakóinak hoztunk kenyeret, lisztes zsákokban vittük haza a 2 kilós vetniket. Csütörtökön
Október 25-én délelőtt édesapámmal elindultunk otthonról azzal a szándékkal, hogy részt veszünk a Kossuth téri tüntetésen, de előtte még meglátogatjuk kedves barátját, dr. Filep Imre unitárius püspöki helynököt és családját a Kohári utcában, mely a Kossuth tértől mintegy 200 méterre van. Rövid idő elteltével beszélgetés közben fegyverrobogást hallottunk. Az ávósok és az oroszok vérfürdőt rendeztek a téren. Meggyőződéssel vallom, az Úristen rendelte így, nekünk azért kellett mennünk előbb baráti látogatásra, hogy életben maradhassunk. Megismerve a történteket, hallva a rengeteg szerencsétlen fegyvertelen halottról, oda képzeltem magunkat is, én is közéjük. Éveken át kísértett ez a szörnyűség hátunkban. A hétvégére csitultak a harcok, mosolygós, vidám arcú emberek ölelgették egymást az utcán. Gyönyörű látvány volt november 1-én, minden szentek ünnepének estéjén, az ablakokba kihelyezett rengeteg pislákoló mécses és gyertya. Győztünk. Győztünk. Az eufória még két napig tartott. November 4-én hajnalban rettenetes ágyú dörgésre ébredtünk. Szinte a házunk felett repültek és csapódtak be a Kilián laktanyába és környékére a vecsésről kilótt szöget lövedékek. Hallgattuk a rádióban Nagy Imre miniszterelnöknek a világ számára küldött kétségbe esett üzenetét. Ma is emlékszem rá, valahogy így szólt. A szovjet hadsereg a mai napon támadást intézett Magyarország ellen azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megöntsék a törvényes magyar kormányt. Ezt tudatom az ENSZ-el és a világ népeivel. Majd Hályi Gyula, az írószövetség elnöke kiáltotta a világgá. Segítsetek, segítsetek, segítsetek! Félelmetes volt hallgatni az órákon át tartó áldozást. Amikor meghallottuk a Kádár beszédet a rádióban, rájöttünk, hogy vége. A forradalom elbukott, leverték. Mi jöhet ezek után? Egyik reggel édesapámmal reggelit készítettünk a családnak, a kenyér kenegetése közben megszólaltam. Menjünk el innen, az Amerikában élő rokonaink biztosan befogadnának. Milyen jövőre számíthatunk mi itthon, papgyerekek? Apám rám nézett, emlékezetem szerint talán egy kis szomorúságot is láttam a szemében, és azt mondta, ha akarsz, majd némérdel mehetsz, kisfiam. De tudod, mit írt Kölcsei a Paranézisben? És már mondta is. Kinek szívében a haza nem él, az száműzöttnek tekinteti magát minden. Nem folytatta, de később, már gimnazista koromban, kötelező olvasmányként kezembe került, és olvashattam a folytatást. S lelkében üresség van, mint semmi tárgy, semmi érzetben nem tölt. Átéreztem ennek a bölcsességnek mélységes tartalmát, és visszagondolva a szándékra, hogy elhagyjam hazámat, bizony szégyeltem magam. Már családos ember voltam, amikor egyszer szóba hoztam édesapám előtt ezt a novemberi reggelt, és köszönetet mondtam neki gondoskodó, tapintatos intelméért. Mosolygott, és megsimogatta a fejem. Pedig később de sok keserűségért, különösen a kegyetlen megtorlások idején. Édesapám 2 évig volt rendőri felügyelet alatt, szinte minden éjjel kijöttek ellenőrizni. Addig nyomták a csengőt, amíg ajtót nem nyitottunk. Nagy hanggal végigjöttek a lakáson, nem elégedtek meg azzal, hogy édesapámat otthon találták, mindenkire külön ránéztek.
Az 5-ös József gimnáziumban 1957-től 61-ig jártam. Az irodalom mellett a történelem volt a kedvenc tantárgyam. Mindig örömmel készültem belőle. Édesapám tanácsára a napi leckéhez gyakran hozzá is olvastam, de ez a tanáromnak nem számított. Gyűlölettel nézett rám, csak Pápfátyú volt a nevem. Amikor kihívott felelni, s bármennyire igyekeztem, szerinte fekély voltam a népköztársaság testén. Hát mit mondjam, nem volt igazán lelkesítő egy 15 éves gyerekemmel számára. A házi könyvtárunkban volt egy 1943-as kiadású füveskönyv. Apám azt adta a kezembe, abban akkor ezt olvastam Máraitól. Mindegy, kik beszélnek hazád nevében. Mindegy az is, mit mondanak azok, akik jogosultnak hiszik magukat a haza nevében beszélni. Te hallgass hazádra. Mindig mindent adjál oda hazádnak. A világnak nincsen semmiféle értelme számodra hazád nélkül. Ne várj jót a hazától, s ne sopánkodj, ha megváltanak a haza nevében. Mindez érdektelen. Egyáltalán semmit ne várj hazától. Csak adjál azt, ami legjobb életedben. Ez a legfelső parancs. Az idézet vége. Végül is megnyugodtam. Márai mondja. Jó sorsomnak tudom, mert hogy évekkel később megismerkedhettem olyan igaz, szavahihető emberekkel, akik 1956-ról hitelesen, érzelemtől fűtve, de mindig csak az igazat mondva szóltak. Atyai barátomként tisztelhettem, és élete végéig szoros kapcsolatban voltam Fónai Jenővel, és a Bíbó Istvánnal sokáig egyszerlában raboskodott Dalmadi Jenővel. Gyakran találkoztam már itt Leányfalun és Regéczi Nagy Lászlóval. Ismerhettem Kopácsi Sándor altábornagyot, aki kommunista volt. 1956-ban Budapest rendőrkapitánya volt, s a kádári megtorlás elől menekülnie kellett. Nem volt hajlandó lövetni. Csak a rendszerváltozás után látogathatott haza. Az általuk elmondottakból vált teljessé a kép. Így ismerhettem meg 1956 igazi tudtát. Végezetül hangozzék el Márai Sándor 1957-ben írt naplójából egy rövid részlet. A kommunistáknak meg lehet bocsátani. Kommunizmusnak? Nem. Idősebb Plinius is ezt írta a császárnak, amikor szakvéleményt kértek tőle a keresztény üldözésről. Lehet, hogy más az, ami mostanában csak ugyan történik. Más, mint a bolsevista és nem bolsevista világ ütközése. Más, mint a tömegek életforma váltása. Lehet, hogy eltűnnek a nemzetállamok, és helyettük megjelennek a formátlan szörnyek, a nemzet feletti mamut állam alakulatok. És mindennek, ami történik, ez az értelme. Itt az idézet vége. Mindennek, ami ma is történik, ez az értelme. Kell nekünk magyarok? Európai Egyesült Államok. Szánt meg Isten a magyar, kit vészek hányának. Nyújts feléje védőkart tengerni kínjának. Balsors, akit régen nép, hoz rá vigyesztendőt. Megbűnhődte már elé a múltat csülendőt. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmet. Az 1956-os melbourne-i olimpia
fogadás szeretettel Balogh Zoltánt, a leánykavé termelőtől pedig a szakmaját, a Magyar Fürdőszövetség főtitkárát. Tisztelettel és szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy Bea megkért a mai beszélgetés vezetésére, és nekem olyan személyeket kell bemutatnom, akiket szerintem mindenki sokkal jobban ismer nálam, hiszen én még csak néhány hónapja szerepelek talán a közéletében a településnek, a két új ember pedig országosan jól ismert sportoló, illetve másfél évtizedet meghaladó ideje részt vesznek a település sport életében. Először tisztelettel köszöntöm Petővári Zsolt, 220-szoros magyar válogatott, illetve Kósz Zoltán, aki olimpiai bajnok, vízilabdázó, és ő egy picit jobban kötődik talán a mai nap szelleméhez, hiszen ő 2000-ben a Sydney olimpián, tehát szintén Ausztráliában szerepelt, és az ottani olimpiai bajnok csapatnak volt a kapusa, és nem mellesleg a csapatkapitánya, és talán azt kevesen tudják róla, hogy annak idején a kiutazó sportolók előtt ő mondta az olimpiai eső szövegét. Tehát ezért is óriási megtiszteltetés számomra, hogy velük beszélgethetek, és sokat gondolkoztam azon is, hogy kerültem én ebbe a szerepbe. Hát talán úgy, hogy több szálon kötődöm a vízhez, illetve kevesen tudják, de én ezt megelőzően egy rövid ideig, jó néhány évig mondjuk dolgoztam a Lipari Nemzeti Múzeumban, melyik az Üllői úton éppen a Korvin köztől, illetve a Pinyán laktanyától néhány méterre található, és tényleg azt tudom mondani, hogy nap mint nap megérintett engem a történelem szelleme, és ahogy polgármester úr is mondta, történelem talán nagyon érdekes tudományák, hiszen még a matematika reáltárgyak viszonylag exaktak, ugyanúgy tanítjuk éveken keresztül, évtizedeken, évszázadokon keresztül. A történelem, illetve annak a megítélése és a tanítása sajnos folyamatosan, vagy hál' Istennek, nézőpont kérdése, hogy éppen melyik korban vagyunk, változik. És ezért is érdekes szerintem ez a mai beszélgetés, hiszen három olyan picit régebb volt a fiatal ember fog beszélgetni itt önök előtt, akik éppen az 56-os események során még nem éltek. Csak szüleik, barátaik, ismerőseik elmondásából ismerik az eseményeket, tehát mi szubjektumunkon keresztül fogják megismerni most, hogy mi is történt 56-ban. De akkor vágjunk bele, hogy a meghívóba szerepelt, hogy az 56-os Melbourne olimpia döntője kapcsán folyik ma a beszélgetés, és akkor kérdezem, hogy valóban ez volt a döntő? Szeretettel köszöntök én is mindenkit, szép ünnep alkalmából. A döntő nem ez volt, a felvezetés nagyon, nagyon jó és jogos. A régi világversenyeknek így az olimpiának is az volt, más volt a lebonyolítási rendszer, míg most ugye van egy csoportkör, utána vannak különböző helyosztó mérkőzések, negyeddöntő, ami ugye a felődöntő, hogy a négy közé kerüljön egy csapat, elődöntő, ami arról dönt, hogy döntőbe jusson, és aztán végül természetesen a döntő, illetve a bronz meccs. A régi világversenyek és Melbourne-ben sem volt ez másképp, csoportmérkőzések voltak, és aztán egy szűkített csoportból, csoporton belül még játszottak egymással a csapatok, és az egymás ellen elért pontok alapján, tehát egy mini torna volt tulajdonképpen, ami meghatározta a végső sorrendet. A melbourne-i szovjet-magyar, vagy magyar-szovjet, nem is tudom, hogy melyik volt, ez ugye mindig, amely csapat elő van, az visel fehér sapkát, ez Isten igazából csak a jelenlévőknek talán annyira fontos, illetve a végeredmény, amelyik szám elő van, az a szóval, hogy ott is egy csoportmérkőzés volt a szovjet-magyar mérkőzés. Az olimpiai címről döntő mérkőzés, az pedig a magyar-jugoszláv mérkőzés volt néhány
miért gondolja mégis mindenki, hogy ez volt a döntő? Mert ezt szeretnék volna gondolni, illetve így jött tovább így élt tovább az emberek emlékezetében. Itt láthattuk a bevezető képsorokat, hogy Zete Margit Csepel teherautó platóján elmondott beszédet, milyen lázba tudta hozni az embereket, és ugye azt mondta a narrátor, hogy el kicsit elterelte a figyelmüket, illetve irányba állította. Hát el lehet képzelni, hogy ezekben a néhány hónapban, azt hiszem, hogy decemberben volt talán az olimpia, tehát másfél hónappal a forradalom után egyszer csak volt egy mérkőzés, ahol Szovjetunió és Magyarország csapatai mérkőztek. A vízilabda amúgy is egy test-test elleni küzdelem, folyamatosan elcsattant egy olyan pofon is, ahol az Ándor Ervinnek felszakadt a szemöldöke. Ömlött a vér, ami persze ennyire nem igaz, mert nagyon vékony a bőr, és a homlokon is gyorsan el tud terjedni, tehát a víz összemossa, és ezt felkapta az akkori világsajtó, természetesen mindenhol, minden újságnak ez volt a címlapján. Úgyhogy én gondolom, hogy ez lehetett ennek az oka. Közben itt mögöttünk egy kis bejátszás, nagyon-nagyon kevés anyag található erről az olimpiáról, illetve a mérkőzésről sajnos. Tehát ő egy nagyon kemény védő játékos volt, ő kínoszta azért az orosz center, mint ahogy kapta ütéseket, hogy a víz alatt azért elég sok minden szokott történni egy mérkőzésen, amit azért a saját szemben az emberek közben nagyon látnak, a víz alatt van, de tulajdonképpen abból volt ez az ütés is a végén, hogy annyira felpaprikázta azt a centert a Tóri bácsi, hogy aztán pont az Ádor Ervin, azt hiszem, bátorja akartak, mert zónáztak, ez egy új taktika volt a magyarok részéről, hogy nem szoros emberfogás volt, hogy mindenkit lefogott, hanem úgy játszottak, hogy a középső ember visszajött a center elé, hogy ne tudják ledobni a labdát a centerben, nagyon erős volt ez az orosz center, és ahogy ő úszott úgy mögötte, hogy cseréljenek, akkor kapott egy olyan könyökést az Ervin, hogy felszakadt a szemöldök. Akkor ebből indult ki ez. A mérkőzés nem is fejeződött be, mert olyan örület volt, és úgy az indulatok úgy elszabadultak az úszodába, hogy olyan örülés volt, hogy egyszer lefújták a mérkőzés vége előtt, azt hiszem, egy másfél perccel, mert
Köszönöm szépen. Most engedjék meg nekem, hogy egy rövid idézetet felolvassak, mert ugye az uraknak van személyes élményük a játékosokon keresztül, de két játékos emlékezései alapján Petelté Pál tollával annak idején született egy könyv Melbourne Miami Margit sziget címmel, amit Zoli ajánlására én felkészülésként elolvasom, és mindenkinek ajánlom, hogyha sikerül megszerezni, hogy esetleg itt a könyvtárban megvan, akkor feltétlenül olvassa el. Kárpáti Gyuri kiugrott a bal szélen, és rettenetes iramban szágult. Mit érez? Mire gondol ilyenkor a csatár? Hát arra, meséli Gyuri később, hogy talán ezen a kiugráson dőlel az olimpia. Egy óra vezetünk. Gyarmati már az első percben 4 métereshez jutott, de egy gól nem volt. Ha benne lesz a második, mindjárt nyugodtabban labdázunk. Tépek a bal szélen, Bolvári Toncsi üres a pós oldalon, mindjárt jönnie kell a labdának. Felnézek, lábakat látok, a közönség feláll, úgy látszik, a fórumban ők is biztosnak látják a helyzetet. Hallom, valami dübörög mögöttem. Alig, ha nem szíjapinban nyomomban, de testposznyi előnnyel okvetlenül bekerülnöm a labdát. Csak jönne már. Tudom, hogy jönni fog, most biztosan Markovicsnál van, ő úszik fel vele. Be kell ölnöm, ilyen zicsert nem lehet kihagyni. Nem lehet. Dehogy nem lehet, hányat kihagytam már magam is. De most nem szabad ilyesmire gondolni. Belövöm, belövöm, persze, hogy belövöm. 6 méterre vagyok a kaputól, látom Bolyman arca fel, fal fehér. Most kéne a labda a Toncsikám. Hát persze, hogy itt van. Csak fel kell múlnom érte, és zúgy. Emberek, 2-0 a javunkra. Micsoda dugót ültem. Igaz, hogy a kapus is segített, a elég jó Bolyman beljebb nyomta, de mindegy. Nagykönyv szerint gól az, amit a bíró megad. És a drága Zuckerman sípol, 2-t sípol a nagyszerű ember. Ó, de szeretem. Igen, hát ezt a mérkőzést már nem szabad elveszíteni. Délután kiszámoltuk, a szovjet csapat, noha kikapott a jugoszlávoktól, még mindig bajnok jelölt. Ha bennünket megvernek, akkor... nem is jó erre gondolni. Negyed óra múlva aztán az ausztrál riporterek nagy perce következik. 4 óra vezettünk már, s ez több, mint amit Prokopov el tudott viselni. Elveszti a fejét, és amúgy magyarosan behúz egyet Zádornak. A középcsatár szemöldöke felrepet, vérző arccal mászik ki a vízből. Ha lelátom, mintha a pokol 7. útjának ördögei szabadultak volna el, alsó az uszoda. A sima felületek, az üvegfalak eljátszadoznak ezzel a zajjal, egymásnak adják, megtornáztatják, és annyira felelősítik, hogy dopártya legyen, amelyik elbírja. Zádor Ervint körülvesszük, megnézzük a szérülését, 3 centis repedés, a szemöldökcsont, mint az éles kés vágta el a puha bőrt. A vér vígan csordogál az arcán, végig olyan hatást kell, mintha egy egyetlen rettenetesebb hely lenne az egész feje. Ne törölje le, kiált valaki, és villognak a vakuk. Itt a legfrissebb szenzációval a külön kiadás. A rendőrök kísérik az öltözőbe a két csapatot, nem mintha szükség lenne rá, nyugodtan, sportszerűen viselkedik mind a 14 játékos, de istenként így még nagyobb az űrzavar. Az öreg kopasz doktor bácsi pillanatok alatt végez Ervinnel, 1 kapocs, 2 kapocs, vége. Közben mosolyog, mint a kártyás, aki hosszú idő után végre megfelelő partnerre talál. Igazán semmi dolgunk nincs a kórházban, még a végén naplopónak néznek bennünket. Megveregeti Ervin arcát. Semmi baj, fiam, holnap után akár vízbe is mehet. Jó, de a döntőt nem holnap után játszók a jugoszlávok ellen, hanem holnap. Akkor egy kicsit ugorjunk vissza, hiszen most december 6-áról beszéltünk a magyar-szovjet meccsről, ahogy említettétek, másfél hónappal a forradalom kitörését követően. Ugye normál esetben ilyenkor ebben az időszakban edzőtáborban vannak a sportolók, készülnek az olimpiára. Mit tudtok erről, ez hogy zajlott akkor? Hát, hogyha jók az információink, már pedig elég sokukkal, akár meg személyesen is lehetett beszélgetni, akkor ők normapára mentek fel edzőtáborba, gyakorlatilag hasonló karanténban, mint amilyen most van, meg ami várható esetlegesen a sportot, ami illeti. Nem könnyű, nem egyszerű, ott az egy sport központ volt annak idején, szóval volt ott, vagy ezt szóval igazából áldatlan körülmények voltak ilyen tekintetben, mert ugye nyilván futni lehetett, meg fekvőtámaszokra lehetett, de hát víz nélkül nehéz megfelelő edzettséget vízilabdában és felkészülni.
feszültséget kialakítani, de hát nyilván a körülmények között még ez is úgy, ahogy megfelelőnek lehetett mondani. Éppen tegnap Zoli átküldött egy linket, ahol, amit aztán megnéztem, és Kárpáti Györgyel, illetve Csurka Gergelyel újságíróval volt riport, ahol én abból tudtam meg, hogy például Gyarmati Dezső, ő lement rendszeresen a városban, onnan leszökött tulajdonképpen pihenőidőben, meg takarodó után, és aztán ott részt vett a barikád állításban, meg tudja még miben. Tehát mindenképpen kivette tevőlegesen is a részét az 56-os forradalomból, és aztán az idősebb játékos társai voltak azok, akik kicsit hát rápirítottak, hogy azért oké, hogy ez van, de mi egy olimpiára is készülünk. Bocsánat, és mit tudunk arra, hogy egyáltalán felvetődött annak a lehetősége, hogy mégsem mennek el az olimpiára, hiszen ilyen körülmények között nem tudják vállalni a mérkőzéseket? Felvetődött, igen. Hát igazság szerint most nekem az jutott eszembe, hogy végig mielőtt néztem a képeket, hogy semmihez se hasonlítható volt az időszak. Tehát mindenkinek a saját problémája, a saját élete a legfontosabb, de az, hogy embereket lőne esetleg, vagy beragyom, vagy a szemen átára lőnek le, ez én úgy gondolom, hogy semmihez se hasonlítható. Most ezt miért mondom? Azért, mert egy többhetes távollét a családtól még teljesen normális körülmények között is emberpróbáló időszak, annak is, aki itthon marad, gyerekeknek, feleségnek, és annak is, aki elmegy, elutazik. Nekünk könnyebb, akik elutaztunk, mert mi nekünk volt egy célunk, mi 17-es korunkban eltettük fel az életünket, és hát barátok vettek bennünket körül. És egyébként nagyszerű körülmények. Most az 56 novemberében, decemberében biztos, hogy nem így volt. Örültek, gondolom, hogy volt mit enni. Közben folyton ezen gondolkodtak, hogy megyünk-e az olimpiára, nem megyünk, ki dönti el, mi döntjük el, nem mi döntjük el. Ha nem mi döntjük el, akkor átnyúlnak-e a fejünk fölött, és születik egy olyan döntés, amit én nem akarok, de kénytelen vagyok bevállalni. Tehát ez egy agyvérmehetet. És mindeközben még a körülmények a sportoláshoz szükséges körülmények sem voltak, adottak annyira. Most megint csak a filmet tudok utalni, néztem a játékképeket, nem volt feszített víztükör, tehát olyan hullámok voltak a medencében, mint amilyen a... Most azt sem tudom, igen, de az sem igaz, mert olyan, mintha másodpercenként változna a Balatonban a szél iránya, mert ugye 14 ember folyamatosan csapkodja, és ez egy ilyen állandó hullámzást okoz. Az ember félrefordítja a fejét, tehát most, amikor a Kárpáti György megúszás gólját olvastad, akkor félrefordítja a fejét, vesz egy nagy levegőt, a száján keresztül, lehet, hogy annak a fele nem is oxigén, hanem víz. Na, tehát és akkor ez egy ilyen, el lehet képzelni, hogy bőrhatta ez a másik. De visszatérve a kérdésedre, én azt gondolom, hogy hát nagyon nehéz és emberséges döntés született, gondolom, én mint sportoló, én azt mondom, biztos, hogy óriási vívódás előzte meg, és aztán most, hogy a csapat úgy döntött, vagy az akkori sportvezetés döntött úgy, én ezt nem tudom megmondani, biztos volt beleszólásuk. Az alapján az volt, hogy ugye, rengeteget fociztak tulajdonképpen, mert így futottak, mert fociztak, és a rádióból értesültek mindig a hírekről, ami kaotikus volt számukra. A Dezső az leszökött egy csomószor, a gyarmati, tényleg így részt vett, mert tényleg egy forradalmára lelkületű úriember volt, a piguri ember, Dezső bácsi. És ő próbált mindig valahogy ott a középpontban lenni,
nagyon meghatározó személyiség volt. És azt sajnos tényleg nem tudjuk, hogy mi döntött el, hogy végül is hál' Istennek jutazhattak, de tényleg olyan felkészülésük volt, hogy egyetlen csoda, hogy meg tudták érni ezt az olimpiát, mert embertelen körülmények között készültek fel, és pszichésen is a családtól távol, nem tudták, hogy kivel mi van, a híreket nem nagyon kaptak már egy idő után, és hát tulajdonképpen így keveredtek ki, hát valamilyen szenzációs úton. Én is azt gondolom, hogy talán egy sportoló számára ez a megoldás, hogy elmegy világversenyen részt vesz, és ott mutatja meg országnak, világnak, hogy mire képes, nem pedig mondjuk a barikátokon harcol, valószínűleg akkor nem is ismernénk az ő neveiket, ahogy most viszont ismerjük. És most sportolom be azt a hiányosságot, amit előbb nem tette meg, engedjék meg, hogy elmondjam a csapattagjainak a nevét. Bolbári Antal, Boros Otto, Gyarmati Dezső, Hevesi István, Jenei László, Kanizsa Tivadar, Kárpáti György, Markovics Kálmán, Majer Mihály, Szívós István és Zádor Ervin. Mondták a Zoliék, illetve Zsolt is, hogy volt személyes kapcsolatuk, illetve elhangzott, hogy Tardi úriember. Én úgy tudom, hogy ez nem csak viselkedés formában, hanem volt tényleg a játékosok között nemesi származású is, tehát ebben az időszakban ugye még előfordult, hogy aktív sportolóként nemesi származású is játszott a csapatban. Én Markovics Kálmán volt, Gróf címmel rendelkezett. Úgyis hívták, hogy Örös Gróf tulajdonképpen. Ez volt, ez ragadt így rá. A Kálmán bácsi, nekünk volt edzők is, mind a Vasasban, az Zolival együtt, mint pedig a válogatottban, és egy nagyon szigorú személyiség volt. Tehát amit ő kijelentett, annak úgy kellett lennie. Aki ellenállt neki, az már másnap nem volt a csapatban. A válogatottban az egyesült meg félre volt véve teljesen. Tehát egyszer volt egy olyan élményünk, hogy amikor a Vasasban vízilabdáztunk, akkor Kálmán bácsi volt az edző, és hát edzés lett volna, de James Bond koncert volt Magyarországon, ez a 80-as években volt, tehát ugye a csapat nagy része kollektíven elment a koncertre, úgyhogy nem szóltunk a Kálmán bácsinak. Ezek után másnap lementünk edzésre, olyan. Előző este még edzés volt, és olyan botrányt vágott ki elint a csapatot, morálisan teljesen megalázott minket, és aztán egy üres medence volt mögöttem, meg háttal állt. És ahogy jelesen beszélt és ment hátrafele, nem ment meg egyelőre senki se szólni, de körülbelül két lépés választott el, hogy bele fog esni a medencében. És amikor nézte az arcokat, hogy mindenki el van ülve, ugye, és úgy ugrottunk oda a végén, mert annyira beleélte magát, és toporzékolt már szinte, hogy ha nem ugrunk oda, akkor beesik a medencébe, és itt minden, ami lesz ott háttal. Tehát az utolsó pillanatban ugrottunk oda, hogy megfogtuk kezés, és kirántottuk onnan, hogy Kálmán bácsi ezt nem kéne. És akkor egy kicsit úgy megnyugodott, elnézést kért, hogy kicsit túllőtt a célom, és akkor mentünk edzeni. Köszönöm. Ugye beszéltünk itt a mérkőzésről, illetve arról is, hogy valójában nem ez volt a döntelen, utána még a jugoszlávokkal kellett játszanunk, ami szintén nem döntött jelentett, Zoli elmondta, hogy annak idején ezt, hogy számolták. Azt a mérkőzést is megnyertük a következő napon, illetve 23-as összesítéssel veretlenül nyertük meg a bajnokságot. Teljesen másképp játszott, vagy zajlott akkor most a vízilabda meccsek bonyolítása, mint most, de én azt gondolom, hogy azért ez a 23 ez egy kiemelkedő teljesítmény. De nem
nem tudom, hogy később itt szóba kerültek részletesebben ezek az események, hiszen az is köztudott, hogy az olimpiát követően négyen nem tértek haza, hanem kimentek Amerikába. Persze ebből két személy honvágy miatt pont a könyvet szerzője, illetve Kárpáti urak visszatértek 3 hónap múlva Magyarországra. Nem tudom, hogy erről a témáról van-e közvetlen információtok, szóba került ez valamikor. Azért néztem Zsoltra, mert nagyjából már kész vagyok a válaszra, tehát a Isten igazából olyan tűnik, mintha ez az ő életükben sem lenne elkönyvelve teljesen egy jó pontnak, vagy egy pozitív időszaknak, hogy nem jöttek haza aztán az olimpia után, hanem szerencsét próbáltak Ausztráliában, aztán Amerikában. Isten igazából, amikor már úgy néhány éve együtt voltunk, ahogy Zsolt is mondta, a Markovics Kálmán bátyúval, a Gyarmati Dezsővel, a Jenei Lászlóval, akkor egy-egy ilyen bensőségesebb beszélgetés alatt azért mondták, hogy nem volt ez mindenki tejfel, és hogy valamennyire kényszerhatás, kalandvágy is volt természetesen, meg némileg kényszerhatására, meg az, hogy fogalmuk se volt, hogy mi várná őket itthon. Úgyhogy ennek mutató be az, hogy ők végül is kint maradtak, de az, hogy ők aztán viszonylag rövid idő után hazajöttek, ugye 3 hónap az, tehát Zádor Ervin kivételével, jól tudom, ő meg is ragadt le és telepedett Amerikában, de a Gyarmati Dezső, Jenei László és a Kárpáti György, ők hazajöttek, és aztán itthon kamatoztatták a tudásukat. Számukra a Melbourne olimpia is igazából a sport eredményéről íres. Ugye előtte 52-ben ők már Helsinki-ben nyertek, a csapat nagy része nyert már aranyérmet, most megütötték a másodikat sorozatban. Tehát a könyv, amiből Zoli olvasol, azt én ezt és még néhány másikat, amit Kárpáti György Terdi Pállal írt, azt én sorolom, ez egy 3-4 könyvecske. Ezt így kétszer olvastam el gyerekkoromban, először amikor meg tudom, valamelyik csapattársamnál megláttam, és akkor ezeket én is megvetettem a szüleimmel, elolvastam őket. Már akkor nagyon mulatságosnak, viccesnek tartottam, és tanulságosnak is egyébként. És aztán másodszor pedig akkor, amikor már belenőve a felnőtt vízilabdás korba, megismertem akár személyesen is, vagy tudtam a úszodában jelenlévő játékosokról, hogy kikicsőd, na ez a könyvnek a 64. oldalán, akkor ez a Markovics Kálmán, vagy a Maier Mihály, és akkor megint kapott egy másik jelentést, értelmezést, amikor újra végig olvastam őket, és akkor már arc szerint is be tudtam személyesíteni a szereplőket. Úgyhogy sok nem volt, sok, hogy mondjam, ilyen kinti élmény, amiket ők átéltek. Nyilván egy ilyen evolúció ment át az, hogy nekünk az edzőink voltak, akár a Dezső bácsi, akár a Markovics Kálmán, akár a Bolvári Antal, vagy ismertünk még Jenei Lászlót, aki a Vasasban volt, akkor egy ilyen mindenes csapatnak a lelke, és eleinte nyilván volt egy ilyen csendőrpertú, szinte szó szerint a viszonyban is, nem csak a megszólítás, hanem csókolommal köszöntünk nekik, nem is jó napot kívánok, nem is tiszteletem, hanem csókolommal, és aztán ahogy mi is kezdtünk az ő szemünkbe már játékosokká válni, így az évek alatt kivívtuk az ő elismerésüket, megbecsülésüket. Nekem Gyarmati Dezső bácsival volt egy ilyen, hát számomra nagyon nagy büszkeség élmény, már a élete utolsó éveiben már járóterettel tudott járni, mindig minden nap elment a Konkádi úszodába. Nem volt olyan nap, amikor
lehet ment volna, nem ment be úszni, vagy nem mindig ment be úszni, de ment ott egy kört, leült a mellette a pizzériába a kertenc asztalához, tök mindegy volt, hogy lehetett dohányozni, vagy nem, ő rágyújtott a cigarettára, azt elszívta, közben jöttek, mentek az emberek, és amikor egyszer éppen akkor értem oda, volt egy találkozom valakivel, egy fiatal emberrel, és éppen akkor a Komjáti előtt egyszer értünk oda, és Dezső bácsi is akkor állt be, természetesen két kerékkel a járdára, oda abszolút tilosba, de hát már mindenki ismerte az autóját, és akkor segítettem egy kicsit kiszállni neki, meg megvártam, köszöntünk egymást, és egy pár szót gondolt meg beszélni. Tehát vártam tulajdonképpen, hogy akkor mehetek tovább, amikor ő elbocsát. De ez teljesen rendben volt így. És áldogáltunk ott ezzel a fiatalemberrel, kiszállt Dezső bácsi az autóból, és akkor volt az a emlék, ami miatt ezt most elmesem, hogy azt a másik fiatalembert őt elküldte onnan, hogy te menjél csak, majd vár meg bent az Zolit ott az aulába. És akkor figyelj, Zolit, már nem is tudom, mi volt. Ez így olyan megható volt, hogy én ott maradtam vele, és akkor beszélgettünk egy pár mondatot. Szóval mi nagyon sokat köszönhetünk nekik, én gondolom, tehát az egész, ahogy az életünket éltük, az áthatott az, hogy és ami miatt mi ezen a pályán maradtunk, nem csak játékos korunkban, hanem azután is, az, hogy ott nem kellett volna, hogy ne találkoztunk volna több olimpiai bajnokkal is az uszodában. És ez egy dolog volt, de azért ő mindig egy jó szót szóltak is hozzánk alapvetően. Köszönöm szépen. Bocsánat, ez akár egy nagyon jó végszó is lenne, de még egy nagyon személyeset szeretnék kérdezni, illetve fogok is. Ugye a felvezetőben mondtam, hogy a Sydney olimpián bajnok csapatnak voltál te a csapatkapitánya. Eszetekbe jutott-e ott Ausztráliába, hogy 44 évvel ezt megelőzően volt egy ilyen nagy ikonikus mérkőzés, illetve igen, az jelentette bármiféle lelki terhet számotokra? Nem igazán. Tehát ilyen, hogy mondjam, rengeteget változott a sport, minden egyes gondolat, ami nem konkrétan a cél elérése érdekében születik meg, vagy azzal kapcsolatos, azt az embernek el kell, hogy esegesse. Akár tetszik, akár nem. Tehát ezért nem szeretünk újságírókkal beszélgetni a helyszínen, ezért nem szeretünk más sportolókkal úgymond bratyizni, mert tehát nem ugyanaz a most kultúrkör jutott eszembe, de mondhatnék más is, tehát nem ugyanazok a célok, nem ugyanaz az észjárás. Tehát mi ott 13-an játékosok plusz az edzők, egy 18 hölgy az orvossal az erőlétünk, kb. 18 ember, mi tudtuk a gyúróval, mi tudtuk azt, hogy mi mit szeretnénk elérni, ezért mit toptunk be a közösbe, és mi az az út, amit mi választottunk. Tehát, hogyha most elkezdünk egy másik sportolóval beszélgetni az olimpiai faluban a Magyar Ház bejáratánál, és csak mond egy olyat, hogy hát és úgy is nyertek, mert sokkal jobbak vagytok, akkor ez esetleg már elviszi az embert, elkérítheti az útjáról. Úgyhogy az ilyenfajta beszélgetéseknek egyébként eszembe jutott, tehát miután megnyertük és feloldódtunk, és aztán egy fantasztikus estét, éjszakát töltöttünk el Sydney belvárosában, amit csak nekünk nyitottak ki egy szórakozó helyen. Egy szórakozó helyet, ott igen, ott azért ezek feljöttek, de egészen addig nem, egészen addig mi nagyképűek voltunk, mi zárkózottak voltunk, mi minden voltunk, azért mert nem, azt nyilván nem mondtuk meg, hogy miért nem praktizunk a többiekkel, mert 20, már nem Melbourne, hanem a 76-os Montreal olimpia volt, akkor 24 év telt el. És tudtuk, hogy nekünk van egy jó csapatunk, amelyik meg tudja nyerni a Sydney olimpiát, és éppen ezért nem... Tehát volt veszten javamoknak. Úgyhogy aztán igen, aztán eszünkbe jutott, aztán persze mindenre emlékeztünk, aztán erre
is kocintottunk, meg minden korábbi olimpiai címre, meg egyáltalán a játékosokra, meg Kiki magában volt egy mérleget, de amúgy addig nem. Én köszönöm szépen, én azt gondolom, hogy akkor ez tényleg egy tökéletes zárszó volt. Köszönöm mindenkinek, aki meghallgatta a beszélgetést, és remélem mindenkinek akkora élmény volt, mint nekem itt a színpadon ülve. Köszönöm az uraknak további sportsikereket, hiszen edzőként ők aktív részesei még a magyar sportéletnek. Illetve még egy dolog van, hát hogy ez Zolitól kaptam az ötletet erre a könyvre, és akkor mondta, hogy sajnos neki már nincs meg, pedig meg volt és nagyon szereti. Úgyhogy én ezt most köszönettel, de átmondom nektek. Köszönöm szépen! Nem volt egyszerű megszeretnék, hogy megszeretnék, hogy megérte valóban. Köszönöm szépen, hogy egyszer lesz. Volt annak idején 57-es kiadás. Szabad mondani két mondatot? Elnézést kérem, hát be tudom én beszélni. Hát ugye az, hogy az ember megér egy sport, az előnyökkel, általában az előnyökkel is jár. Ezt én magától a sutától, mert mindegyik sport beceneve. Gyarmati balkezes sport, ő volt a suta. Jenei ilyen volt, mert nagyon szeretett franciául beszélni, sőt még a iskola utcában volt egy vendéglője, kislégivel csinálták, és ott francia órákat is tartott így, amikor ott piásan oda mentek, a kultod, vagy valami, akkor francia. Ő volt a Pierre. A Kárpáti meg volt a Kuka. Kicsi volt a Gyuvika, a Vacsót is, hatalmas vagány volt, de ő már a 48-as londoni olimpián is kint volt. Na, amiért szóltam az, hogy a Dezső, egyszer ilyen ismertem őt, hál' Istennek személyesen, hogy elmesélte, hogy a tulajdonképpen hogy történt ez a medencébe ez a sztori. Amikor megütötték könyökkel az Ervin, valóban fölrepett a szeme, és az Ervin ki akart mindjárt jönni, mert ott volt majdnem a medence szélén. Gyarmati, a Rafkó azt mondta, ne, menj a másik sarokba, ott úszál ki! Úgyhogy átúszott a 30 métert legalább így átlósan, és folyt a vér az arcából, és tényleg véres lett, ezért ebből lett a nagy balé. Ez az egyik, amit el szeretett, és össze vagy elmondhattam. A másik fölött az a normafán. Valóban így van, volt úszoda, dr. Sárosi Imre, a híres úszóedző, még Székely Évány Gyarmati első feleségét, és ott egyszerűen. Én is nála kezdtem. Na, csókollak. Köszönjük szépen. Elnézést kérek. Köszönjük. Nagyon köszönjük, hogy elfogadták felkérésünket Balogh Zoltán főigazgató, Kozz Zoltán olimpiai bajnok, olimpikon, Petri Máli Zsolt olimpiai bajnok, olimpikon. Köszönjük, hogy velünk elmondták. Este a főkében lehetőségük lesz megtekinteni a Szabadság szerelem című filmet, este 8 órától. Így van, tehát 8-kor kezdődik, bocsánat, az éjszakai küldözésünk a szokásos. 50-es, 60-as évek zenéjével, illetve maga a filmvetítés az 8:30-kor kezdődik. Köszönöm. Előtte a Faluházban a Művészet mindenkinek című sorozattal várjuk Önöket szeretettel 6 órától. Vaszlavi László, magyar aranyérdem keresztel kitüntetett hagyományőrző vendége, Dörner György, Kossuth Díjas színművész és Aknai János, Kossuth Díjas festőművész. Kérem Önöket, álljanak fel és énekeljük fel közösen a szózatot.